Hát akkor szép jó napot kívánok mindenkinek, szervusztok innen a CERN-ből. Nem sokára csinálunk egy gyors kis virtuális sétát a föld alá. Noémi még húzza föl a cipőjét igazából, és készül, hogy lemenjen. Én sajnálom, hogy egy kicsit, igen, még állítgatok, sajnálom, hogy egy picit későn kezdtünk, ennek mindenféle technikai problémája volt, de úgy tűnik, hogy talán túl fogjuk élni. Én igazából azzal kezdem, hogy gyorsan mutatok nektek egy fényképet arról, ahol most igazából vagyunk. Ez a Genfi medence, amit itt láttok a képen. Itt van valahol a Mont Blanc, itt van a Genfi tó, itt van Genf, jó szeműek talán még a Zseddót is ki tudják szúrni. Aztán hát lehet látni, hogy itt van valami pusztaság, a pusztaságon meg ilyen furcsa körök, meg hát itt van egy ilyen CERN felirat. Hát ez körülbelül, ahol mi most létezünk, ez a Pays de Gex, tehát a Gexi környék, vagy járás, és ebben, meg hát a környező svájci részben terül el maga a CERN, illetve a CERN-nek a különböző gyorsítói és mindenféle ilyen ligandumai. Amit láttok, itt esetleg a szaggatottat azt még látjátok, közvetlenül a reptér mellett, ugye ez ad egy mértéket, az 3 kilométer hosszú az a kifutópálya. Ez a szaggatott vonal, ez Svájc és Franciaország határa, és lehet látni, hogy van ez a sárga izé, meg van a kék izé, ezek a két nagy gyorsítónk, ami egyébként ezen kívül több is van, de ez a két nagy, két szuper gyorsítónk van, amikkel ma igazából hát nagy fizikát csinálunk, és itt most nagyon gyorsan csendesedek, mert azért a CERN-nek rengeteg egyéb projektje van, amikben ez a kettő meg nem szerepel. Jó? Na, ami a mai tematika lesz, az igazából az LHC, a Nagy Hadron Ütköztető, ennek a gyűrűjének a Föld felszínre vetített útját látjátok, hát nyilván a Föld alatt van, ezt a nyilvánt majd megbeszéljük napközben, és ezen a gyorsító gyűrűn, nézzük már, hogy ja igen, az a másik számítógépem, hogy igen, egy másik ábrából azt lehet látni, hogy ez a gyorsító gyűrűn van igazából négy nagy detektor, kettő olyan, ami általános célú proton-proton fizikára van kihegyezve, nem működött ott a izé, jó. Az egyik a CMS, a kompakt műon szolenoid, kompakt, mert kicsi, tehát itt látszik mellette az öntudatos proletár, ez nagyjából egy 4 emelet magas berendezés, itt ha én most nagyon gyorsan váltok egy képet, itt mögöttem ennek az életnagyságú poszterje terül el, és majd alkalomattán bezavarom oda a Noémit, hogy lássátok, hogy igazából mekkora méret tartozik hozzá. Tehát a... Ja, igen. Tehát így van. Ez az egyik a CMS, a kompakt műon szolenoid, a másik az Atlasz, ahol már be sincs rajzolva az ember, mert minden dimenziójában dupla akkora, mint a CMS. Ennek mérés technikai okai vannak, meg mérés filozófiai okai. Erről is lehet beszélnünk a mai napon. Ő, az Atlasz, hogyha itt ugye megnézzük, ő pont átellenben van velünk szemben az átló, vagy az átmérő túloldalán, és hát akkor azt lehet látni, hogy ő itt a térképen ide esik, akkor ebből az következik, hogy mi vagyunk a legmesszebb a CERN főkampuszától, ez a kompakt műanyag szolenoid, mélyen ben vagyunk Franciaországban, egy Szeszi nevű kis település mellett, borzasztó kellemes a látvány, ezt majd a Noémi meg fogja mutatni, és hogyha a Noémi fel tudja venni a sisakot, akkor őt is megmutatom előbb-utóbb. Azt fogom kérni, hogy mivel ez egy beszélgetés, mivel ez egy teljesen szabadon működő látogatás. Ha kérdésetek van, akkor ne habozzatok, tegyétek föl azonnal. Jó, én azt fogom kérni a Noémitől, hogy egyrészt jöjjön ide, hagyd mutassam be, tehát ő Béni Noémi,
kolléganőm, én pedig Szillási Zoltán vagyok, de azt hiszem ezt az Ági már mondta. Mind a ketten az Atomkinek vagyunk, ő egy tudományos munkatárs, én egy tudományos főmunkatárs, így dobta a kocka, és mind a ketten itt vagyunk folyamatosan a CERN-ben, tehát hol a nagy kampuszon, hol itt, és akkor vissza is adom a képünket, tehát hol itt, hol ott terülünk el, és végezzük tulajdonképpen az Atomkinek a projektjét, amiről szintén beszélhetünk majd, és hát sok minden egyebet. És a másik az, hogy lehet, hogy az Ági ezt már mondta, én Gyöngyösi vagyok, és abban a teremben, ahol vagytok, ott elég sokat jártam. És ez nekem egy fontos dolog, hogy ma itt lehetek veletek. Mitől izgulok is, pedig csináltunk már vagy 450 ilyen előadást, úgyhogy kérem, hogy nézzétek el nekem ezt a lányos zavaromat. Közben csak annyit akarok mondani, hogy tegnap beszélgettünk a Csörgő Tamással, aki szintén Gyöngyösi, és a Tamás üdvözletét küldi, és arra kért, hogy jegyezzem meg, hogy ebben a nagy kísérletben, itt legalábbis aminek a poszterét most lehet látni, ebben Gyöngyös is ott van, a Károly Róbert kampusz, most azt hiszem ez a hivatalos neve, és a Tamásnak a csoportja is dolgozik benne, tehát konkrétan gyöngyösi részvétel van, és nem is akármiben, hanem az adatgyűjtési rendszerben. Ennek az egyik vezérlőpultját a Noémi majd fogja ma mutatni. Igen. Jó, akkor én azt kérem, hogy a Noémi öltözzön tovább, és kezdjen el levonulni. Először a vezérlőbe megyek. Jó. Jó, és ott kapok egy embert. Ja, értem, igen. Biztonsági okok miatt a föld alá egy ember nem megy le magától, még akkor sem a kamera van a kezében. Jó, én közben akkor visszavarázsolom a képet, és akkor beszélgettünk egy kicsit arról, hogy a CERN-nek a gyorsítóit, ugye az előbb átugrottam, de igyekeztem utalni arra, hogy hát nem csak ez a két jószág van. Igen, eddig rossz szegeret használtam, bocsánat. Tehát nem csak az LHC és az SPS van, ugye az a Super Proton Synchrotron, ami a 80-as években termelt Nobel-díjat az úgynevezett W meg Z bozonok felfedezésével. Én ebben most nem megyek bele, ha csak nem dobtok bele, de fizikáról igazából olyanról, ami megtanulható, nem szeretnék ma beszélni. Azt a tankönyvekből meg lehet szépen tanulni. A látványt szeretnénk nyújtani, vagy legalábbis egy pici érzést. Na most ehhez hozzátartozik még az, hogy azt is lehet látni, hogy ilyen szövevényes pályák vannak itt jobbra-balra a gyorsítók között, és vannak még egyéb gyorsítók is. Itt az évszámot talán olvassátok is, hogy 1959, az első nagy dobása a CERN-nek ez a gyorsító volt, és azt lehet látni, hogy az LHC-ba sehonnan nincsen, ugye ez a nyíl is kifele mutat, nincs olyan, hogy indul valahonnan egy vonal, és a nyíl úgymond befele mutat. Ennek egész egyszerűen az az oka, hogy ezek a gyorsítók össze vannak csatolva, és egymásnak előgyorsítóiként üzemelnek. Tehát magyarul mi az LHC-ban nem álló protonokból kezdünk dolgozni. Én közben a Noémit mutatom, hogyha ő tud, igen, ha nem vészel a képe, nem baj. Tehát egymásnak előgyorsítói, és ez azért van, mert álló protonból, tehát egy klasszikus fizikának engedelmeskedő protonból 7,6 teves, vagy 6,8-as, bocsánat, össze-vissza beszélek, teves protont előállítani, tehát a nyugalmi tömegének a 6800-szorosával kavaró jószágot, azt nem egyszerű. Meg lehet csinálni, ha nagyon akarja az ember, de igazából borzasztó nagyok lesznek a veszteségek, kicsi lesz a hatásfok. Kicsit olyan ez a történet, mintha az autót hármasba akarnám elindítani, majd hármasba kívánnám végigvezetni és felhajtani vele az autópályára. Ez megtehető ugyan, de sem a motornak nem tesz jót, sem a közlekedési kultúrának, tehát kevés hatékonyságot lehet hozzátársítani. Tehát igazából itt is hasonló a történet. A mi protonjaink, hát most már Linac 4-es, mert az ábra régi, egy éve már egy új előgyorsítónk van, egy lineáris gyorsítóból indulnak, tulajdonképpen a hidrogéngáz ionizációja által, tehát a hidrogéngázt egy arra alkalmas mikrosütőben
ionizálunk, lerázzuk róla az elektronokat, és az így keletkezett plazmából a protonokat elektrostatikusan kivonjuk, majd egy lineáris gyorsítón gyorsítjuk, formálunk némi nyalábot, nyalábcsomagokat, meg intenzitást növelünk, és utána ezeknek a cirkuláris gyorsítóknak a sorozatán keresztül küldjük el az LHC-ba. Tehát a PS-be 24 gevig gyorsítunk, az SPS-be 450 gevig, és mi 450 geves protonokat kapunk az LHC-ban. Persze nem csak protonok vannak, nehéz ionokkal is foglalkozunk évente egy-egy hónapot, de erre most tényleg nem akarom fecsérelni az időt, viszont a Noéminek átadom a szót. Halló, halló. Hallak. Jó, a vezérlőben vagyok. Először is üdvözlök mindenkit, most lehet, hogy nem hallatszott az előbb a mikrofonba. Tehát eljöttem, esétáltam a CMS vezérlőterméhez. Most itt egy picit csendesebb helyen vagyok, mert ez a aldetektor expertek része a vezérlőnek. Két részre van osztva, tehát két szobában áll. Itt vannak a detektor szakértők. Délután van, most már valószínűleg otthonról felügyelik a rendszert, úgyhogy azért nem ül itt senki, mert hát ilyenkor van jó pár megbeszélés is. Vannak nagy információs monitorjaink, például ez az LHC állapotát mutatja a detektor állapotáról is van egy összefoglaló monitor, ez igazából az adatgyűjtési részleg, és van egy olyan nagy monitorunk, ami pedig a szintén detektor állapot, de ez inkább az, hogy be van-e kapcsolva, vagy mely részegységek vannak bekapcsolva, melyek nem. Ugye ez az a terem, bocsánat, hogy közbevágok, ahonnan irányítjuk a detektorunkat, igen, nem a gyorsítónkat. A detektorunkról még nagyon kevés szó esett. Igazából csak úgy messziről mutattam valami képet róla, és hát nyilván ennek a üzemeltetéséhez kell egy pár darab ember, azon kívül, hogy eléggé fejlett számítógépes rendszereink vannak erre. A detektor nem csak egy darabból áll, én azt kell, hogy mondjam, hogy gyorsan akkor előszedek egy képet, és felteszem nektek. Azt kell mondjam, és akkor most megint visszanyúlunk a W meg az E bozonhoz, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ugye volt a W bozon, az E bozon felfedezése, 10 évvel ezelőtt, 11 évvel ezelőtt a Higgs bozon felfedezése is megtörtént, ezért osztogattak rendesen ám Nobel-díjakat, viszont hát a történet bevallásos része az az, hogy ezeket a részecskéket direkt módon, mint hogy ilyen, jaj, ott repül egy Higgs bozon, így soha senki nem tudta megfigyelni, egész egyszerűen azért, mert hát ezek a részecskék iszonyú rövid ideig élnek, tehát nagyjából olyan 10-23 másodpercig, és még ha fölteszem azt, hogy fénysebességgel repülnének ki a proton-proton ütközéséből, az ütközési középpontból, akkor sem tudnának hát olyan 10-15 méternél többet repülni, ami meg hát egy nagyjából egy protonnak az átmérője nagyságrendileg. Tehát magyarul a nyalából nem tudnának kijutni. A megfigyelésük csak a bomlás termékeiken keresztül lehetséges, és hát ahhoz azt kell csinálni, hogy ugye a kirepülő bomlás termékeket azonosítani kell, tudni kell, hogy egyáltalán milyen részecske jött ki, tudni kell, hogy merre ment, tudni kell, hogy milyen impulzust vitt magával, és mennyi energiát. Ezekből meg hát az elméleti modelleken alapuló szimulációk összevetéséből tudunk igazából statisztikus alapon analízist végezni. De hát azt azért lehet érezni, hogy egy olyan detektor, ami pályát akar mérni, az annak az a dolga, hogy ne szóljon bele a részecske energiájába. Egy olyan, ami meg energiát akar mérni, az meg ugye a részecskének az energiáját úgy tudja meghatározni, hogyha elveszi tőle. Tehát igazából nagyon erősen beleszól a részecske repülésébe egy ilyen detektorelem, tehát érezhető, hogy egy homogén detektorelemmel, vagy detektortípussal ez a négy mérés, ez nem lehetne megcsinálni. Ezért épül fel a detektorunk ilyen furcsa rétegekből, mint a hagyma héjai, ezeket hívjuk aldetektoroknak, itt legbelül egy szilícium alapú detektor halmaz van,
aminek a legbelső részében pixelek vannak, 80 millió pixel, nem egy nagy ügy, igazából 80 megapixel szerintem ott két gyerek telefonjában, vagy mondjuk négy gyerek telefonjában az első sorban összejön. A különbség az annyi, hogy azok a telefonok, amik ma a piacon vannak, ezek nagyjából olyan másodpercenként 10 képet tudnak rögzíteni, ugye a burst módban, mi másodpercenként 40 millió képet tudunk rögzíteni, és ezek a detektor elemek, ezek a szilícium elemek, ezek több koncentrikus henger palástján, képzeletbeli palástján helyezkednek el, meg hát lezáró dugójában, tehát gyakorlatilag három dimenzióban tudunk képet alkotni arról, hogy merre mennek el a részecskék. Ezen kívül van kalorimetriánk, van egy elektromágneses kaloriméterünk, most ugye ezt egy ékét mutatom a kísérletnek, ahol elektronokra, meg fotonokra vagyunk érzékenyek, ez egy kristálykaloriméter, ezt mutatja a Noémi, a baloldali, a piros, az ez az ólomwolframát, tehát igen, az, hogy a súlya az sokkal nagyobb, mint a jobboldali kék üvegnek, ezt nagyon nehéz így demonstrálni a virtuális látogatásban, de hát azt kell tudni, hogy sokszoros a súlya, hiszen ennek az egy kristálynak a 95%-a nehézfém, tehát vagy ólom, vagy wolfram, ez kell ahhoz, hogy párkeltést lehessen csinálni, meg ugye azokat az apró folyamatokat, aminek a végén a Noémi képén látható, ilyen lilával látható, igen, egy ilyen részecske kaszkád alakul ki, és ez tulajdonképpen ez egy fényfelvillanást okoz. Tehát a vége az foton, a bejövő részecske energiájának, és a felvillanásnak az intenzitása függ attól, hogy mekkora energiával érkezett az az elektron vagy a foton, és hát a végén láttok egy, itt tulajdonképpen ez egy avalans fotodióda, de hát valamilyen fényérzékeny áramkör, ami töltéssé alakítja a fényerősséget, és hát a 77 ezer ilyen kristályból tudunk azért mondani okosságot. Ez így néz ki, amikor be van építve a detektornak a központi, tehát ebbe a hordó zónájában. A végdugó zónájában is van ilyen, csak ott máshogy néz ki. Igen, ott ez van. A külsőbb, ez a sárgával jelölt rész, ez a hadron kaloriméter, tehát minden olyan egyéb részecskére érzékeny, ami nem elektron vagy foton, és majd mondom, hogy még mire nem. Tehát igazából azokra, akikben kvarkok vannak, hadronokra, barionokra, mezonokra. Tehát alapvetően pi-mezonokat lát k-mezonokat, lát protonokat, neutronokat, amik kirepülnek még a ütközési pontból, és hát ezek energiáját méri meg. Itt már a ólom-wolframát kristály nem lenne elegendő. Ezek bronz lapok, amik között szintillátor lemezek vannak, és a bronzban alakul ki ez a részecske zápor, és nyilván, mivel ugye ez több bronzlapra terjed ki, ezért a közötte levő szintillátor lemezekkel tudunk mintát venni belőle, így is hívják ezt a detektor típust, hogy mintavevő detektor. Na most azt lehet látni, hogy itt a részecske nyomok nagy része véget ér a két kaloriméterben, és hát egy valaki jön tovább, én megsúgom, hogy ezen kívül még egy valaki, a neutrino, őre nem vagyunk érzékenyek, azért is nincsen az ábrán, akire pedig érzékenyek vagyunk, az a mion, ez a kék dolog, hiszen ő töltött részecske, tehát tud ionizálni, és ezek a kamrák, amik itt vannak mögötte, ezek ionizációs kamrák, a végdugóban ilyen van, ez egy katódszalagos kamra, amit a Noémi mutat, a Barel régióban, a hordó régióban pedig tulajdonképpen ez a technológia van, ezek gyakorlatilag egyszálas gázkamráknak mondhatók, tehát egy-egy kiolvasó szál van. Ott lehet látni, hogy megcsillan, ott középen van valami. Na, az a jelet generáló szál, oda mennek föl a töltések. Igen, ott lehet látni is valamit az ábrán. Van négy ilyen réteg egymás fölött, és ebből a négy ilyen rétegből van még kettő egy irányba, meg egy harmadik, ugye az erre merőleges irányba néző,
Tehát ezek is háromdimenziós képet képesek alkotni. Tehát nem csak azt tudjuk, hogy melyik szál szólalt meg, de időt is mérünk, tehát azért pontosan a szálltól elmenő távolságot is látjuk. Így van, ez az, amit lehet ott látni, hogy hogyan megy ki egy műon az ütközésből radiálisan. Miért is van ez a faxni, ha már itt tartunk, és miért hívják műon szolenoidnak a magát, a detektorunkat? Hát egyszerűen azért, mert amint lehet látni, a műonok, a műon rétegben már nagyon tiszta a jel. Tehát ott már nagyon keveset látunk, hát például ebből, igen. Tehát ez egy ütközésnek ez azt hiszem egy mért kép, egy rekonstruált kép. Azt lehet látni, hogy középen eszméletlen sok részecske van, és akkor igazából kijön két műon, ezek a pirosak, meg van két nagyon erős, ez fotonokból származó elektromágneses kaloriméter jel, és mivel műonok megjelentek ebben a történetben, és könnyen észlelhetők, ezért azt mondta a detektorunk, hogy ezt az eseményt érdemes kiválasztani. Ez egy szerencsés esemény volt a tesójával együtt. Azt lehet róluk tudni, hogy hát ők túléltek minden vágást, minden szelekciós feltételt, és róluk azt gondoljuk, hogy ezek Higgs bozon bomlásai. De azt lehet látni, hogy borzasztó sok egyéb szemét van. Nyilván ez azért van, mert alapvetően egyszerre nem egy proton ütközik, ez a legbelső rész, ahol minden egyes sárga pontban ütközött egy-egy proton egymással. Egymással, amikor szembe repül két proton csomag, akkor mindegyikben van 100 milliárd proton. Ebből a jelenlegi konfiguráció mellett ütközik nagyjából olyan 60-80 az elején, aztán szépen lassan, ahogy megy az idő, meg csökken a nyalábta sűrűsége, úgy egyre kevesebb. De hát ugye azt lehet látni, hogy borzasztó sok ilyen ütközés van, és a borzasztó sok ütközésből borzasztó sok az nem érdekes. Egész egyszerűen azért, mert nem történik, ahogy mi hívjuk, mélyen inelasztikus ütközés, nem történik anyag, energia, majd újra anyag átalakulás, amiben igazából mi kíváncsiak vagyunk jelenleg. Ehelyett az történik, hogy a proton alkotó elemei lepattognak egymásról, és ezt elasztikus ütközésnek hívjuk, rugalmas szóródásnak. Ennek a fizikájáról már elég sokat tudunk, ezek számunkra ma már nem érdekesek. De hát ahhoz, hogy egy-egy Higgs-et tudjunk kelteni, ilyet például, ahhoz azt tudjuk, hogy ezek a folyamatok iszonyú ritkán zajlanak le. Tehát még akkor is, hogyha ez energetikailag lehet, és egyéb fizikai törvények sem tiltják, akkor is a jelenlegi konfiguráció szerint, pontosabban a 10 évvel ezelőtti LHC konfiguráció szerint, minden 3000 milliárd proton-proton ütközésre jutott egy olyan, amelyikből Higgs keletkezett. Tehát magyarul nem értünk rá arra, hogy lassan dobáljuk a protonokat egymásra, hanem bizony egymásra kellett szórni rengeteget ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni a mérést. Na most, hogyha ha végig gondoljuk azt, hogy 40 millió ütközés, vagy protoncsomag ütközés másodpercenként, meg 100 milliárd, meg 3000 milliárd, akkor nagyjából az jön ki, hogy nagyságrendileg az LHC, az emberiség által épített legnagyobb gyorsító, a legjobb, legkomolyabb technológiával, legnagyobb protonnyalábbal is óránként egy Higgs bozont volt képes termelni 10 évvel ezelőtt. Ahhoz, hogy a Nobel-díjas vagy Nobel-díjat eredményező cikkeket meg tudjuk csinálni, ahhoz nagyjából egy olyan 150-200 Higgs eseményt kellett regisztrálnunk. Tehát körülbelül ennyi munka kellett ahhoz, ennyi adat kellett ahhoz, hogy egyáltalán bizonyítani tudjuk, hogy ez a jószág létezik, és azt is tudjuk, hogy ennél ma már lényegesen több adatunk van, és az LHC fejlesztése az majd pontosan arra megy ki, hogy még több adatunk legyen, hiszen a statisztikus alapon történnek a mi méréseink, és ennek az a következménye, hogy minél több adatunk van, annál pontosabb méréseink lesznek. Arról már nem is beszélve, hogy az elmélettől való eltérést egyre pontosabban látjuk, ha van. Ez azt fogja eredményezni, hogy még akkor is lehet gyanunk
a Higgs-en túli, vagy a standard modellen túli fizikáról, hogyha nem is látjuk azoknak a részecskéit úgymond direkt módon, mint a Higgs-et. Én leveszem a képernyőmet, és most már tényleg azt mondom, hogy a Noéminek visszaadom a szót, és nem szövegelek tovább. Jó, közben elmentem a másik terembe megmutatni a detektorelemeket. Jó, tehát vissza a vezérlőbe, úgyhogy tehát megmutattam akkor az aldetektorzónát, és van egy másik szoba, amit mi centrálnak hívunk, vagy központi zónának, és itt viszont mindig kell, hogy üljön egy adag, mi shift crew-nak hívjuk, de hát nem tudom, magyarul ezt ügyeleteseknek, akik felügyelik a detektort, és mindenkinek megvan a saját feladata. Itt például a főnök, a shift leader, akit látunk, ő a kapitány a hajón, ő tudja, hogy mi történik az LHC-val, mi történik a detektorral, ő tartja a kapcsolatot az emberekkel, és ővé úgymond a felügyelet, a felelőssége a felügyeletnek. Másik fontos ember, akit ott látunk, ő az adatgyűjtésért felel, ő nyomja meg azt a virtuális gombot, amivel indul az adatgyűjtés a detektorba. Itt is ültek a Tamásék. Illetve tudja konfigurálni, hogy mely a rendszer legyen bent. A másik szintén fontos feladat, az pedig a detektor technikai oldala, tehát hogy be legyen kapcsolva, meg legyen a megfelelő infrastruktúra, hűtés, egyéb a detektorbiztonsági rendszert is látja ez a technikai shifter, valamint az összes beengedő rendszer, amit majd, ha minden jól megy, akkor használni fogunk, ugye a föld alatti zónába, hogy lehet bemenni, és persze rengeteg videókamera is van felszerelve a CMS-be, a detektorcsarnokba is, a szervizcsarnokba, és persze a földfelszínen is, ahol éppen vagyunk. És persze rengeteg screen van. Ez a helyen lesz. És van még egy ügyelet, amit nem beszéltem, az pedig a trigger rendszerért felügyelő. Én erről már valamilyen szinten beszéltem, anélkül, hogy kimondtam volna a nevét. Ugye ez az, amit mondtam nektek a 3000 milliárdról az előbb. Tehát ahhoz, hogy ha mi az összes adatot el akarnánk menteni, nekünk jelen pillanatban 120 millió adatcsatornánk van, másodpercenként 40 milliószor tudnánk kiolvasni, mit tudjuk is kiolvasni, ha ezt az összes adatot fel akarnánk pumpálni a föld felszínre, akkor nagyon sok terabites hálózatra lenne szükségünk, ha pedig ezt el is akarnánk menteni, akkor én azt szoktam mondani, és bocsánat a kifejezésért, a jó Isten merev lemeze nem lenne elegendő ahhoz, hogy ezt az adatot elmentsük, és ha ez még sikerülne is, akkor pedig a jó Isten processzorja nem lenne elegendő ahhoz, hogy ezt kiértékeljük. Tehát csak az marad, hogy valamilyen módon próbáljunk meg szűrni ezekben az adatokban, próbáljuk meg kitalálni, hogy ki az, aki érdekes, ugye a mélyen inelasztikus ütközések, és kik azok, akik nem. A műon, az előbb említett műon, erre egy jó példa, tiszta ott a detektor, nem jön a sok szemét bele, aki jön, jó időben, jó irányból, ezt nagyon gyorsan meg tudja mondani, már a detektoron levő elektronika is, az valószínűleg, sőt, nagyon-nagyon valószínűleg, az tényleg az ütközésből jön. És akkor utasítja ez az elektronika, a trigger, a CMS-nek az adatkiolvasó rendszerét, hogy gyerekek, halló, valami jött, ezt olvassuk már ki, nézzük meg egy kicsit komolyabban. Ezt másodpercenként nagyjából 100 000-szer mondja a detektor, a trigger rendszer, és akkor a Noémi feje fölött levő processzor hálózatra, vagy számítógép farmra töltődik föl az adat, ahol már az egész detektort látjuk, tehát mind a 120 adatcsatornát, de még nincsenek benne a kalibrációk, még nincsenek benne a finom analízisek, nincs benne nagyon sok minden, mert nem sok időnk van, nagyjából egy mikromásodperc arra, hogy eldöntsük, hogy ez az adat, ez tényleg érdekes-e, vagy csak valami nagyon ritka, furcsa zaj. És így lesz a
100 000-ből 1 000. Tehát mi nagyjából másodpercenként 1000 eseményt, amit láttatok az előbb képen, mentünk el, pontosabban streamelünk ki a Tier Zero-ra, először is a CERN-be, aztán pedig utána a Tier 1-eseken, Tier 2-eseken keresztül az analízist futtató állomásokra a griden keresztül. Tehát igazából másodpercenként csak mintegy olyan 400 megabájtnyi adatot termelünk. Ez egy kicsit fog változni. Az LHC-nak az upgrade-jével ez az adat más lesz, tehát tudom, hogyha 5 év múlva kérdeztek, és én még ugyanitt vagyok, ti már remélhetőleg nem diákként, vagy nem középiskolás diákként, akkor lehet, hogy már egészen más számokat fogok mondani. Szerencsére a technológia fejlődik, tehát egyre több adatot lehet kiszedni a detektorból valós időben, egyre több adatot tudunk eltárolni és feldolgozni, tehát igazából ezek a kísérletek ilyen módon fejlődnek. Egyébként ez is az, amiért többek között ilyen kísérletet nem lehetett ezelőtt 25 évvel csinálni. Jó, Noémi, én azt mondom, hogy szerintem lassan indulj el lefele, és én közben feltartom a csapatot, és majd mondok még egy-két szép dolgot. Jó? Igen, mindjárt. Pillanat. Jó, valami a Noémi történik a valamivel. Ez a bácsi, aki ott előlül, ő is a mi emberünk, ő is debreceni, nem magyar, ő a mi francia posztdokunk, Daniel. Ő most a Ranfield Manager, tehát azt a csapatot képviseli, akik eldöntik, hogy igazából koordinálják, hogy mit akarunk mérni, hogyan akarunk mérni, hogyan kell ezt megvalósítani, melyik aldetektornak mi a kínja, mi a baja. Őket képviseli, tehát ő tulajdonképpen a shift leader, a műszakvezető fölött ül, és hát mivel jó hely a vezérlőterem, sokan szoktunk bent ülni. Igen, közben most visszajöttem, már azt beszéljük, hogy ő fog velem lejönni. Amit meg akarok mutatni, az az, hogy ez a detektor biztonsági rendszernek az egyik látványos eleme. Itt amúgy elvileg mindennek zöldnek kell lenni, és akkor rendben van a detektor. Ami piros, az hiba, azt hiszem. Ja, nem, bocsánat, annak nyitva kell lenni. Annak nyitva kell lenni, az piros, igen. De amúgy ez egy jó áttekintő ábra, hogy minden rendben van. Ugye ez azért van, mert a játékunk az meglehetősen drága. Tehát, és csak egy van belőle. Tehát nagyon nem kéne leégetni, meg elrontani, meg izé. Sok minden múlik rajta, sokunknak a fizetése például, tehát alapvetően nem kívánunk bajt, és ezért van egy olyan vezérlőrendszer, ami független a detektor vezérléstől, nem is tud sok mindent, csak lekapcsolni, de azt nagyon megbízhatóan. Jó, hol vagy most, Noémi? Én most a beléptető kapunál vagyok, ugye nem lehet csak úgy beesni a föld alatti. Hát ami rész lent van, amit mondjuk a kockaladára föl lehetne gumipókozni, hát az igen. De nem csak ezért nem, tehát nem csak a külsőktől védik a világot, hanem hát nyilván belül is van egy kicsit több veszélyhelyzet van, mint általában a Földön. Ezt azért persze nem szabad túldimenzionálni, ez nem lényegesen veszélyesebb, mint mondjuk a budapesti metró. Csak ha itt történik valami, akkor mi rögtön a világ vezető napilapjainak az első oldalán kötünk ki, úgyhogy nem szeretnénk ilyenből nagy olvasottságot. Ezért egy egész komoly bejárati vagy beléptető rendszerünk van. Noémi, én kérlek, hogy kezdjél el bemenni, és akkor én közben kommentálom. Jó, oké. Tehát van neki egy egy sugárzásmérő, személyi sugárzásmérő detektora. Ez alig különbözik a röntgen orvosokétól. Két dolgot is mér, kicsit modern a dolog, de semmi különleges nincs benne. Egy évig tartjuk magunknál, időnként kiolvassuk, és aztán leadjuk. Ez, amit most a Noémi mutat, ez egy iriszkenner, ahol a szemének az iriszét ellenőrzik, egy biometriai azonosító, és maga ez a doboz egész sok mindent tud, tehát van benne egy csomó
infravörös fénykapu, meg súlymérés, meg izé, hogy eldöntse, hogy itt nem egymásra simuló testek mennek be, hanem egy ember. Ha valaki, én tudom, hogy ez a korosztály a Angyalok és démonokat már nem látta, nem úgy, mint mi, és még a film meg még annyira nem öreg, hogy a filmmúzeumon legyen, de ha olvastátok a Dan Brownnak a könyvét, akkor lehet gyanús valami. Igazából annak az eleje ugye a CERN-ben játszódik, de hát az erősen meg van kínálva a történet, ahogy ezt szokták mondani, az LHC-ban gyártott antianyagot lopják el. Hát mi az LHC-ban persze gyártunk antianyagot, de itt nem az antianyag gyára igazából a lényeges dolog. Van ilyenünk is a CERN-ben, de nem olyan mennyiségben vagyunk képesek antianyagot gyártani, hogy azt mondjuk el lehessen vinni a Vatikánba és felrobbantani vele a Szent Péter Székes Egyházat. Úgyhogy hát ez egy rendesen megkínált történet, de hát ott van egy olyan dolog, ahol elég horrorisztikus módon jutnak be egy ilyen kapun keresztül. A filmben pontosan ezeket a kapukat használták, mint amin keresztül ment a Noémi. Az Iris olvasó berendezés még az első generációs volt, hát a film az láthatóan nagyon régi. Anélkül, hogy megpróbálnám lelőni a poént, csak annyit szeretnék mondani, hogy ezek már mind a két szemet nézik, és azt is, hogy van-e benne vérkeringés. A Noémi most a liftre vár, és ahogy el fog kezdeni lemenni a lifttel, igazából el fogjuk veszíteni, mert hát a történet ilyen, és én közben föl is teszem a fényképét annak, vagy legalábbis a vázlatrajzát a föld alatti világnak, ott van Daniel, a föld alatti világnak, mint a föntről néznénk rá, és itt van egy függőleges akna, amiben van az a lift, amiben Noémiék mennek lefele, és ebbe az üregbe fognak megérkezni, aminek az a neve, hogy USC-55 Underground Service Cavern, tehát föld alatti szervízüreg, ebbe érkeznek meg. Hát ez nem kis nyúl, mert hát majdnem 84 méter hosszú, meg hát 18 méter az átmérője, és hát igazából azt kell mondani, hogy a kísérlet nem itt van, hanem egy házzal arrébb, az 53 méter méretű föld alatti üregben, amit pedig úgy hívnak, hogy UXC, tehát Experimental Cavern. Oda ma sajnos bemenni nem tudunk, mert ha minden jól megy, akkor nem sokára nyaláb lesz. De az USC-ben a Noémi el fog sétálni, és megmutatja az utolsó pontot, ahonnan továbbá nem tudunk menni. Mint látjátok, elveszítettük. Nyilván az a csoda, hogy a föld alatt egyáltalán van internet, pontosabban wifi, és hát közben majd mindjárt visszanyeri magát a történet. Mondjad, Noémi, közben. Meg vagy. Jó, jössz lassan, csak még képet még nem adsz. Úgyhogy... Oké, rendben. Én addig visszaadom a saját képemet, hogy ne feketét küldjünk a világba. Szerintem még a Noémi még kínlódik izével az adatkapcsolattal. Aha. Jó. Látom. Lassan jönnek a bitek. Jó. I have to go. Én azt csinálom, igen. amíg a Noémi megjelenik, én a saját képemet teszem föl egyedülinek, és elsétálok oda hátra, ezt kikapcsolom a kamerán a arckövetést, és elsétálok ide hátra, ahol a poszter van. Csak azért, hogy nagyjából legyen arról képetek, hogy körülbelül, hogy mekkora ez. Mondjuk én nem vagyok bántóan nagy, de azért egy olyan 1,70-et elérem, tehát ehhez képest a 16 méter azért az egy különbség. Tényleg azt akkor gyorsan... Látszom most már? Látszol most már, csak gyorsan megmutatom a teljes képet, és én le is fogom magamat cserélni rád. Oké, szuper, elnézést kérek, networket kellett változtatnom. A függőleges aknát akarom megmutatni, a lift akna van balra, a beton után,
Van egy másik lépcső, de azt nem szoktuk használni, azt tényleg csak a vészvész esetben. Amúgy a föld alatt az a szabály, hogy minden esetben a liftet használjuk. Pont az ellentétje a magas épületeknek. És én a -2-n vagyok, de még itt van lentebb egy szint, a -3, és igazából ott van a detektor lába, és az a beton fal, az elmozdítható, és igazából amikor leállás van, akkor ez a függőleg a saknát arra is használjuk, hogy leengedjünk nagyobb elemeket, tehát amit nem lehet liftel lehozni, azt le lehet darúzni a föld felszínről. Emlékszünk a képre a liftnél, 87.9, azt hiszem a -2 szint. Ez nagyjából a nyalábcsatorna, ha a detektor szintjét nézzük. Szerintem nem húzom az időt, hanem megyek tovább a counting roomba. Ugye Zoli elmondta, hogy ez szervízakna. Tehát itt mindenféle dolog van, ami a detektorhoz szükséges. Tehát itt vannak számítógépek, mikrokontrollerek, optikai adatgyűjtőegységek, triggerrendszerhez való dolgok. Na, a számítógép, akkor itt látszik. Talán a számítógép a legkevésbé érdekes. Egy csomó olyan dolog van ebben az üregben, ami vagy nem bírja a detektor szórt mágneses terét, majd erről fogunk még énekelni egy kicsit, vagy nem bírja a sugárzást, nyilván a üregben van bent, amikor nyaláb van, vagy csak egész egyszerűen sűrűn le kell járni és szeretgetni kell. Ugye van egy csomó ilyen elektronika is a világon, és hát ez az üreg, ez ezért van. Nagyjából ugye azt lehetett látni, hogy a kis képemen, tehát azt mondtam, hogy a két üreg egymás mellett van, és ezt a kettőt elválasztja egy 7 méter vastag vasbeton pillér, egész egyszerűen azért, mert a környező kőzet ezt nem biztos, hogy meg tudná tartani, sőt, biztos, hogy nem. Jó, Noémi, én visszaadom neked a szót közben. Közben itt mutattam pár dolgot, tehát ez is szintén tápegység, nagy feszültség, optikai szálak, hát szerintem kilométerek vannak, ugye, hogy optikai szálon történik a kiolvasása a detektor elemeknek, kiolvasó egységek. Nyilván nem tudom mindegyik egyes elektronikát, nyilván a detektor szakértője ismeri a saját területét. Nekem csak nagyjából ötletem vannak abból, hogy mi van felírva az egyes elemre, hogy mi micsoda. Úgyhogy, de van még egy ugyanilyen szoba, itt lehet látni, hogy azért ez egészen nagy épület, és például ezt viszont speciál tudom, ez egy nagy feszültségű rendszere az egyik műanddetektornak, az RPC-nek műanddetektornak. Úgyhogy ez az úgynevezett, mi counting roomnak hívjuk ezt a szobát, és van még egy körülbelül ugyanilyen méretű egy emelettel fentebb. És ez mind a detektort szolgálja. És ugye minden ilyen szobának van álpadlója, akkor szeretném megmutatni, hogy mi van alatta. Ugye normálisan egy álpadló az olyan 40-70 centi, nálunk majdnem ki lehet egyenesedni benne. Igen, amúgy kiegyenesedhetek benne, ott csak ott bevered a fejed előbb-utóbb, igen. Ott már nem. Úgyhogy mennek a kábelek a detektor csarnok felé, és van három ilyen függőleges akna, ahhoz átbújik a detektor alatt. Tehát lehet látni, hogy ott a kábelek inkább függőlegesen lefele indulnak meg. Nyilván ez az üreg, ez el van zárva, tehát nem lehet csak úgy kibemászkálni a két csarnok között. Hát itt kicsit arrébb van az az ajtó, ami védett ajtó, de mindjárt mutat a Noémi egy olyat, ami kézzel elérhető, és ez tulajdonképpen, mindjárt mutatom, igen, ott az ott a gázszoba, és az a piros ajtó, ami ott van, az itt van a képen. Tehát ez egy olyan föld alatti járatba megy be,
amin keresztül egyrészt be lehet jutni magához a gyorsítóhoz, itt van a gyorsítónak a alagútja, másrészt meg el lehet jutni egy lifthez, egy második lifthez, ami egy mentőlift arra az esetre, hogyha az elsődleges liftünk nem működne. Viszont miért is piros ez az ajtó, Noémi? Ez azért piros, mert csak vész esetén lehet használni. A pirosnak az a jelentés, hogy az úgymond interlokkolt ajtó. Ezt nem tudom, hogy magyarul, hogy lehetne szépen lefordítani. Ne menjél be! Ne menjél be! Tehát, hogyha ezt az ajtót valamiért fel kell törni, akkor az LHC egyszerűen leáll. Tehát kész. Nem vizsgáljuk, hogy miért kell állni. Amint az ajtó kinyílik LHC-ba, ha van nyaláb, az egy-két fordulás után azért diszkréten mutasd meg a kamerát, ami hozzátartozik, tehát itt a vicceskedésre azért nem túl sok lehetőség van. Igen, de előfordulhat egy olyan eset, hogy nem tudok visszamenni a lifthez, nem tudok a detektor felé menni, és ez az egyetlen egy vészkiárat, akkor át lehet törni. De ahhoz magyarázat kell. Jó, szerintem menjetek el. Ja, jó. Igen, mielőtt a másik ajtóhoz megyek, először is ugye beszéltél egy picit a mágneses térről. Itt jelenleg a kezembe vannak ezek a gemkapcsok, mennyire látszik. Nem. És azt akarom mutatni, hogy van még egy pár, de nem akarja felkapni. Most egy picit közelebb megyünk a detektorcsarnokhoz, és megnézzük, hogy mit csinálnak ezek a olcsó mágneses térmérő eszközök. Tehát bent a detektorban, a legbelsejében 3,8 teszlás mágneses teret hozunk létre egy nagy szupravezető szolenoid elektromágnessel. Megpróbáljuk ezt bezárni, tehát a műon rendszerben a kamrákat körülöleli, vagy beágyazza egy vasköpeny. Ez be tudja zárni a mágneses térnek a elképesztően nagy százalékát, de valami kis szórása van. Na most a Noémiék ezen kívül még egy 7 méter vastag betonpillér túloldalán állnak. Igen, abban az irányban van a detektor. Hallatszom, látszom. Szóval itt van újból, és itt már lehet varázsolni. Jó, nem teljesen, de azért egész... Szerintem egy kicsit menjél távolabb a kamerától, mert nincsen meg a fókusz. És, de hát azért ezt lehet látni, hogy valami kis finom erőhatás már van. Ezt én tudom számszerűsíteni, ez nagyjából egy ilyen 5 és 10 millitesla között van, tehát gyakorlatilag borzasztóan gyenge, de már erősebb, mint a földmágneses tere. De már ide olyat nem engedünk, akinek elektronikus implantátuma van, és a többi, és a többi. Úgyhogy itt lehet, ide a látogatók is, hogyha valaki személyesen tud látogatni, akkor ide bejöhet. Úgyhogy ezzel szoktuk a látogatókat szórakoztatni, hogyha eljönnek ide. És persze ugye tudok csinálni iránytűt is. Csak hát ez egy nagyon furcsa irányt mutat. Igen, mindig a detektor fele. Tehát mindig a detektor fele mutat. Úgyhogy ezt akartam megmutatni, ez eléggé érdekes, és a látogatóknak fel van akasztva egy lánc is, ami igen, szépen begörbül, és lehet látni, hogy ez nem fel van ráakasztva erre, hanem csak úgy oda van téve. Tehát csak a mágneses tér tartja. Ha lerempel a mágnes, tehát ha lekapcsolják a mágnest, akkor ez szépen leesik a földre, de nem probléma, mert ez nekünk nem probléma. Vissza a beengedő kapukhoz. Láttunk zöld kaput, láttunk piros kaput, ez pedig egy sárga kapu, és ebbe van ugyanúgy íriszolvasó, meg súlymérő, meg infrakapuk. Ez ugyanolyan beengedő kapu, mint a zöld, viszont a sárga miatt ez azt jelenti, hogy vannak olyan időszakok, amikor be lehet menni teljesen legálisan, és vannak olyan időszakok, amikor interlokkolt, tehát nem lehet bemenni. Jelenleg be van zárva, ezt és interlokban van. Szépen mutatja
jó pár kép, nehogy eltéveszt vegyen bárki. Tehát jelenleg interlogban van, láthattuk, hogy az LHC azért most fog nem sokára betölteni nyalábot. Ha én ezt az ajtót kinyitom, akkor megáll az LHC. Úgyhogy jó indokomnak kell lenni, szintén kamera azért van, és látják, hogy ki mit csinál itt a környéken. Viszont amikor leállás van, be kell menni a detektorcsarnokba egy valamilyen elektronikát kicserélni, vagy valamit javítani, és kérünk úgynevezett access, tehát engedélyt, hogy bejuthassunk, akkor szintén a doziméteremmel bebedzselve be tudok menni ezen a kapun. Most éppen azt mutatom, hogy mi a jelenlegi állapota a gyorsítónak. Befejeződött az access, az Atlas kért egy access-t még kora délután, és megyünk nem sokára 1800 bancs, tehát ilyen foton csomagos irányba. A legalsó szöveg az egy érdekes, ez a AFS 2.25 NS underscore. Ez azt mondja, hogy 25 nanoszekundumonként, tehát 40 megahertzel fog történni az ütközés, akkor az időnként találkoznak a csomagok. A 1818 nyaláb csomag lesz bepakolva, mindkét irányba egyenként. Ebből az Atlasban meg a CMS-ben is 1805 fog ütközni, 1057 az ELISZ nevű detektorban, tehát a négyből az egyik, és a négyből a másik, az abban pedig 1182. A következő az már arról szól, hogy hogyan rakják össze, tehát 164 injekcióból lesz összerakva a nyaláb, pontosabban 164 beam és 14 nagy injekciós sorozat lesz. De igazából nézzétek a Dánielt, mert a Dániel most, hát Csalunk. Szintén egy csal, igen, azt játsza, hogy ő most bent van a gyorsító alagútjában, ahol egyébként megjegyzem, hogy én sem jártam 10 éve, tehát oda nem, igazából mivel nincsen ott dolgunk, ezért nem engednek be. A Tamásék többet járnak oda, de hát az ő detektorelemük mélyen bent van a gyorsító cső mellett. Ez viszont egy életnagyságú poszter megint, és lehet látni, hogy ott körülbelül hogyan kanyarodik el a gyorsító. Tehát igazából ugye arról van szó, hogy hát ez egy körbemenő, Lázár Ervinre hajazva, ez egy 8-ögletű kerekgyorsító. Jó. Jó. Én azt kérdezném a csapattól, hogy van-e valami kérdés? Tehát, hogy itt a mi szánk egy kicsit szárad, és akkor most kérdezzünk rá, hogy nálatok felmerült-e valami kérdés. Tessék kérdezni. Szervusz Zoli, Kis Miklós vagyok. Én a pozíciónál szeretnélek kérdezni, amit kifejlesztettetek ki, hogy az elemek mozgását hogyan lehet kivédeni. Vagy... Értem. Köszönöm szépen a kérdést, tanár úr. Amit a képen láttok, ez ugye a kísérletnek a posztere, és ebbe lehet látni ilyen bicikli, vászszerű elemeket. Ezek köthetők hozzánk, ahhoz a egyébként nagy magyar projekthez, amiben nem csak, én akkor még Debreceni Egyetemként voltam, doktorandusként, majd később tanársegédként ebben a projektben, aztán később, amikor az Atomkibe mentem át, és kijöttem ide dolgozni ezen a projekten, akkor meg az Atomki alkalmazottjaként, de ebben a történetben benne volt még, akkor még RMKI néven a mai Wigner Kutatóintézet Budapestről. Tehát ez egy egész komoly magyar szerepvállalás volt, dedikált szerepvállalás volt, tehát erről megemlékezett a magyar állam is pénzzel. A feladatunk az volt, hogy amit itt lehet látni, ezek az ezüst színű dobozok, ezek a műonkamrák, de amiről az előbb valamennyire hosszasan beszéltünk, ezeknek, ugye hát ezek tulajdonképpen olyanok, mint a centi, tehát mérünk vele pozíciókat, hogy hol megy át a részecske, de hogyha több ilyen szabócentink van, és nem tudjuk, hogy ők egymáshoz képest hogyan vannak, akkor az általuk adott adatok igazából nem adnak semmit hozzá a tudásunkhoz. Tehát magyarul
ez a, kell egy eszköz, ami a szabócentiket is egymáshoz képest megmondja, hogy hol vannak. 250 ilyen műonkamra van a gyorsító, vagy a detektor 5 ilyen gyűrűjén, tehát ami, ugye, amit tudok mutatni, ez a nagy gyűrűje a detektornak az egyik, ebből 5 darab van, ezen van 250 darab műonkamra, ezeknek a helyzetét kellett meghatároznunk, abban a síkban, amit láttok, ugye ezt hívjuk bending plane-nek, mert tehát ebben a síkban tekeri el a mágnes a pályáját a műonoknak, ebben a síkban kb. 500 mikron pontosságot várnak el tőlünk, a másik irányban, az erre merőleges a Z irány, abban nagyjából 1 millimétert. Tehát mi ilyen rendszert építettünk, ebbe az a csodálatos, hogy ezek között a gyűrűk között általában van 20 centi. Tehát magát a berendezéseinket olyanra kellett tervezni, hogy elférjenek két detektor gyűrű között, és hát ugye ezek nem túl vastagok. Mindegyikhez tartozik, ezekben kamerák vannak, megpróbálok egy ilyen kamerára, amennyire rá tudom húzni a zoomot. Itt a képnek majdnem a közepén látszik egy ilyen 4 kis csavar, ott van egy kamera, ami néz befelé a műonkamra belsejébe, ahol kifejezetten nekünk kialakított, én azt szoktuk mondani, hogy optogeometriai referenciatestek vannak, magyarul jól megmért lábakon ledek vannak, tehát tudjuk, hogy a ledek hol vannak a lábakon, és a lábak hol vannak a műonkamráknak a terében. Ezeket nézik, ilyen kamerából van körülbelül 600 darab, ledekből van nagyjából 10 000 darab, és ez az egész olyan, mint egy pókháló. Tehát van, ez egy külső kamera, ez csak egy irányba néz, befele, de a két gyűrű között a kamerák két irányba néznek, azokat is tudjuk, hogy hogy vannak beállítva egymáshoz képest. Van, hogy itt ezek ilyen villaszerű dolgok, ezek az optogeometriai referenciatestek, a lábaik között át lehet nézni, és lehet látni a távolabbit. Tehát azt lehet érezni, hogy főleg azzal a szénszálas biciklivázzal, amin a kamerák vannak, és persze ott is tudjuk, hogy ki hogy van felpakolva, ezzel az egész olyanná válik, mint egy pókháló. És ennek a pókhálónak a kiértékelését tudjuk megoldani. Nagy örömömre szolgált, hogy ma, amikor, nem is ma, hát egy pár nappal ezelőtt a Noémival pont futtattunk egy ilyen analízist, és most már csak 2-3 órába telik az LHC egyik szuperszámítógépének, vagy szuperszámítógép klaszterének ezen végig szaladni. Régen ez egy napba fájt. Tehát igazából így fejlődünk, és hát ez az a projekt, amire én azt gondolom, hogy nyugodtan nem csak mi, akik ezt csináltuk, hanem a teljes magyar community társaság erre büszke lehet, hiszen ez egy nagyon jó történet volt. És akkor hát most a kollégáim ide állnak mellém, és nem csak az én rusnyaképemet lehet látni, hanem őket is. Jaj, másik irány. Úgy. Jó, várom a következő kérdést. Mennyik van egy kinek az elhangzottakkal kapcsolatban? Én kérdeznék még valamit, de inkább tőlednek kérdeznék, és Zoli majd te válaszolsz, ha ők nem mondják meg. Miért kellett 100 méterre letenni ezt a gyűrűt a föld alá? Bocsánat, én ezt nem hallom még. Azért kellett letenni 100 méterre a föld alá, mert a magból jövő sugárzás itt kevésbé zavar bele. Általában ezt szoktam, hallottam, hogy sugárzás az oka. Ezt szokták az emberek gondolni róla. Én azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Egész egyszerűen azért tettük a föld alá, mert ha megnézitek ezt a fényképet, ugye ezzel kezdtük az adást, azt lehet látni, hogy itt egy csomó lakott terület van. Még az a lakóház is, ahol mi lakunk. Borzasztó sokan élnek a gyűrűn belül, nagyjából 100 000 ember. Ha mindenkitől meg kellett volna venni a földet, akkor ennek a történetnek az építési költsége elszállt volna. Nem kell feltétlenül a föld alatt építeni egy gyorsítót, az amerikaiak a Fermilabben nem is teszik, ők a föld felszínen építik, és a CERN-ben is az első gyorsítók, például a PS, meg a régi ISR, azok még mindig a föld felszínen találhatók.
Egész egyszerűen az az egyszerű pória soka van a történetnek, hogy, nem tudjuk megvenni a teljes földterületet, és igazából el kell mondani, hogy erre nincs is szükségünk itt bent. Ehelyett azt csináljuk, kihasználjuk azt a szabályt, ami Európában szabály, Amerikában nem, és aminek következtében Európában például metrót lehet építeni. Ez a szabály pedig az, hogy a földterületed alatt a föld középpontjáig terjedő gúláér, azért nem te felelsz, az nem a te tulajdonod, és oda egy nyilván a rajta levő épületedet nem veszélyeztetve azt fúr valaki, vagy bárki, vagy az állam, amit akar. Így lehet például metrót építeni Budapesten, és így lehetett ezt is megépíteni. Hogy miért pont 100 méter, annak pedig egyszerűen geológiai okai vannak. Ahol mi most vagyunk, ez a Júra-hegységnek a lába igazából. Ez azon a képen, amit mutattam, ott, valahol itt van a Júra. Jó. Jó, de akkor a Noémit betesszük. Tehát igen, ott a Júra-hegység, ez egy mészkőhegység, borzasztó öreg, a Júrakor erről kapta a nevét egyébként, és a mészkősége miatt a mészkő rétegek mentén zubog a víz. Tehát ahhoz, hogy azt akarjuk, hogy egy biztonságos, stabil alagutunk legyen, le kellett menni az első stabil kőzetrétegig, ez nagyságrendileg 100 méter mélyen van, itt a talpunk alatt 97 méter, 95 méter körül van, de van olyan hely, ahol 140 méter, az itt az LHCB környékén, érdekes módon nem a Júrához közelebbi részen van lejjebb, és így az egésznek a síkja, az egész gyorsító síkja is meg van dőlve, nem ott a legmélyebb. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes történet, de köszönöm a kérdést, mert ez egy nagyon jó kérdés. Van-e valakinek még kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy tessék kérdezni? A jogsító magjával egyszerre egy irányban. Nem tudom, Zoli, hallottad a kérdést? Ha meg tudod ismételni, azt megköszönöm. A jogsító magjában egyszerre két irányban mennek a protonok? Igen. Igen. Tehát ugye ütközéseket csinálunk, tehát proton-proton ütközéseket a detektor közepén, és ehhez az kell, hogy mind a két irányból jöjjenek, tehát van óramutatójárásával megegyező, meg óramutatójárásával ellentétes nyaláb. Én ha azt mondom, hogy azt most megmutatom. És mutatom közben a ja, igen, tehát ezek a mágnesek az alapjai, ugye az eltérítésnek, ebből 1232 darab van beépítve, a két alsóbb csőben, amit a Noémi mutatott, ott megy, az egyiken megy, a másikon megjön a protonnyaláb, és amit én mutatok, itt a B1 meg a B2-es protonnyaláb, még a betöltés zajlik, a B1-es az óramutató járásával ellenkező irányba megy, tehát akkor azt is mutatjuk, az óramutató járásával ellenkező irány az ez, és a B2 meg a másik irányba jön. És hát persze nem végig két csőbe mennek, hanem a detektorok előtt összehozzuk őket egészen komoly mágneses trükkökkel. Egy csőbe hozzuk, összefókuszáljuk, tehát amit a Noémi mutatott gyorsító elemben, ott nagyjából 1 mm átmérőjűek a nyalábok, mire ide mögém a detektor közepébe érnek, ott már csak a hajszálam vastagsága nagyjából. Nyilván megint csak arról szól a dolog, hogy ahhoz, hogy ütközések legyenek, ahhoz hát fel kell tupírozni a geometriát, tehát közel kell tenni egymáshoz a protonokat, mert akkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy találkoznak. Ez történik, és akkor a két ilyen proton nyalábot egy nagyon pici szögben vezetik rá egymásra. Egyelőre, aztán majd a LHC felújításakor már egy ilyen trükkös helix mentén megcsavart módon fogják ütköztetni, és akkor tényleg nulla lesz a protonok közötti szög. Ugye ez azért fontos, hogy az eredő impulzus az nulla maradjon. Most nagyon-nagyon pici, elhanyagolható, de hát azért ez nem nulla a jelenlegi technológiával. Közben mutatom, ami... Ja.
Igen, közben mutatom, hogy ez itt a quadrupol mágnus, ez egy rövidebb, de négy pólus van, ő ugye fókuszál, ő tudja előállítani a nagyon pici nyalábot, és hát ő a dipol mágnus, aki hosszabb, és ő pedig eltérít. Nálunk ez kiállítási darab. A valóságban három ilyen kék dipol mágnesre jut egy fókuszáló mágnes. Ugye itt azt szoktuk mondani, hogy a egy betöltéssel az LHC olyan átlagosan 8 órát megy. Van, hogy kevesebbet, van, hogy lényegesen többet, de az átlag az nagyjából 8 óra, és nagyjából fénysebességgel közlekednek a protonok. Tehát a nulla vesző után van még 6 darab 9-es, vagy 8, bocsánat, mert ez már az egyhez van, nem a 100%, tehát nem százalékosan adom meg. Tehát borzasztó közel mennek fénysebességhez, ami azt jelenti, hogy az általuk megtett út a 8 óra alatt valami elképesztően nagy. Tehát 8, gyakorlatilag 8 fényórányi utat tesznek meg a gyorsítóban. 8 fényórányira innen, azt hiszem a Neptunusz van nagyjából. Ha el akarnánk lőni oda egy fénynyalábot, tehát olyat, ami nem önkölcsönható, mint a protonok, akkor is, ha itt egy millimétert akarunk, meg ott egy millimétert akarunk, akkor gyakorlatilag végig kellene pakolni lencsékkel. Most ez fokozottan igaz a protonnyalábokra, hiszen ott a protonok szeretnének szanaszéjjel repülni ráadásul, tehát folyamatosan fókuszálni kell. Ezek azok a lencséink, amik végzik ezeket a fókuszálásokat, nyilván ezeknek van az optikai lencsékhez nagyon hasonló lencse hibáik, amiket magasabb fokszámú mágnesekkel lehet kikorrigálni, és egyébként azok a pontok, tehát az a 6 pólus meg a 8 pólusok, ahol az operátorok be tudnak nyúlni, az összes többi automatikusan megy, és automatikusan megy, nő az áram benne, ahogy nő a nyaláb energia. Még volt egy kérdés az előbb, láttam. Ezt a vér, ez 4 emelet magas, ez hogyan szerelték be 100 méter mélyre a földön? Hogy hogyan vittük le, ez a kérdés, jól értem? Igen. Jó. Azt tudom mondani, hogy akkor visszaadom azt a képet, ami a másik kameráról azt mutatja, hogy én igazából hol vagyok, és kezdem a sportrovatnál, tehát hátulról. Ahol én vagyok, az egy elképesztően nagy hangárszerű hodály a föld felszínén. Itt építettük meg magát a detektort. Tehát ide be is fér, tehát ezt a poszter is kellően demonstrálja, és utána egy nagy daruval, aminek már csak az ablakait lehet itt látni, ugye ezek a kis négyszögletes valamik, tehát nem a normál daru, amit ott láttuk, mert ez csak 80 tonnás, azzal leresztettük le a föld alá, azonban a lukon keresztül, aminek a tetején éppen én most itten állok. Ez egy nagy luk, azt mindjárt megmutatom, hogy melyik azon a képen, amit ma többször is idéztem. Ez az a luk. Tehát én most tulajdonképpen a detektor fölött állok, vagy a detektor vége fölött állok. És tehát ezen keresztül engedtük le, és ahol, amin most állok, az egy nagy dugó, egy nagy lemez, nagyjából olyan 2 méter, 2,5 méter vastag, inkább vas, mint beton lemez, ami megbírta a detektor legnehezebb elemét is, a központi részt, ami 2200 tonna volt. Tehát az én kövér testemet simán ma ezt ki fogja bírni. Amúgy egyébként itt partikat szoktunk rendezni 400 főre, mármint a saját kollégáinknak. A Noémit meg látjátok ott hátul, ő most eljött igen, oda. Igen, én közben mutatom a... Ja, igen, közben azt, mutatom ami elhúz lezáró dugót. Ugye a poszter alá becsúszik. Ezt egyébként van rendszeresen kinyitjuk. Tehát amikor a évvégi leállások vannak, amikor látogatható is a detektor, akkor ezt itt kihúzzuk, és ezek a virtuális látogatások nem innen zajlanak természetesen. És itt mi be is tudunk darúzni dolgokat, meg ki is tudunk hozni dolgokat, tehát erre szükség is van közben. Na most ezt nem azért csináltuk így, ezt még nem mondtam, közben olyan, hogy mutatja a bedarúzásnak a fotóit, ezt nem azért csináltuk, mert meg tudjuk csinálni,
Ezt azért ne felejtsük, ezt azért csináltuk, hogy időben meg lehessen építeni a detektort meg a gyorsítót is. Tehát ha megvártuk volna, hogy a detektorüreg készen legyen, és csak akkor kezdjük összerakni a detektort, akkor 2008-ra nem lettünk volna kész. Egyébként de 2008 az már egy többször halasztott dátum volt. Tehát így is borzasztó hosszú ideig tartott. Amit láttok, az a legnehezebb detektorelem bedaruzása. A mágnes már be van fűzve a központi gyűrűbe. Ahogy mondtam, ez 2200 tonna. Mi akkor éppen itt voltunk a Gyuri kollégámmal, nem engedtek oda, csak hallottuk, hogy tapsolnak az emberek. Ez a egyik végdugó leeresztése. Ami fontos, ha Noémi visszamész arra a végdugóra, hogy a következő nagy leállásnál, ami 2025-ben, vagy 6-ban inkább kezdődik, akkor ennek a dugónak ezt az orrát, ezt leválasztjuk, és újraépítjük. Ebben, amit most a Noémi mutatott, egy kaloriméter van, és ott a nyakánál pedig műonkamrák. A műonkamrák nem fognak változni, azok visszakerülnek, de az orrnak a orrrészét, azt teljesen újra tervezzük, egy nagy felbontású kalorimétert építünk, ami nem kristályból és bronzból fog állni, hanem azt hiszem, hogy ólom lesz benne, de igazából az elektromágneses meg a hadron rész az nem fog nagyon elkülönülni egymástól. Viszont ami a legfontosabb lesz, hogy nagy felbontása lesz, tehát pozíciót is tudunk mérni, meg energiát is tudunk mérni. Ez egy nagy újítás lesz, és ezzel pontosabbak is leszünk ebben a régióban. Jó? Köszönjük szépen, és akkor esetleg van még kérdés? Lehet, persze. Nincs több kérdésünk, Zoli, szerintem már. Hűha, akkor ennyire fárasztóak voltunk. Inkább egy kicsit a mai napunk volt már itt nagyon fárasztó. Azt elhiszem egyébként. Gratulálok a jelenlevőknek, akik ott vannak, azok azért elég sok mindenen keresztül mentek, és ügyes emberek. Úgyhogy hát akkor nem marad más hátra, mint hogy lassan elbúcsúzunk tőletek. Még egyszer elnézést kérünk, hogy későn kezdtük, és remélem, majd folytatjuk. Nagyon szépen köszönjük, hogy vállalkoztatok erre a vezetésre, és ha itthon leszek, akkor várunk benneteket szeretettel itt a gimnáziumba. Majd én nagyon szeretnék már elmenni újra. Régen voltam. Szerintem köszönjük a napokban erre sor kerül. Azt te tudod, hogy megyünk haza. Igen, igen. Úgyhogy valószínűleg fogunk találkozni. Jó utat kívánok nektek. Köszönjük. Sziasztok.